Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. Kedves hallgatók, örülünk, ha tetszik a saláta. Sajnáljuk, ha nem. De hogy 2 órán keresztül itt hip-hop lesz, az biztos! És szép estét kívánunk mindenkinek. Te miért nem veszed fel a fülest? Vedd fel, nagyon gyorsan, mert be fogunk gerjedni. Na hát akkor üdvözöllek titeket, Critical Points, kérem szépen itt a salátában. Komló. Mennyi 200 kilométer? Hát 250, nem? Nem, 180. Igen, csak. Tudod, volt ez a szám. Igen. Na, figyeljetek, jó utatok volt, de most már nagyon hideg van, gondolom, fűtöttetek a kocsiba, meg minden ilyesmi. Persze, király volt minden, nem? Mert délután kerestelek titeket a fórumon. Igen. Mert nem volt meg a telefonszám, és aztán beírta egy srác körülbelül délután 2 vagy 3 körül, hogy lehet, hogy már elindultak. Hát mondom, annyira azért nem lehet messze az a Komló, de mindegy. Jó van, fiúk, hát ugye amit így hirtelen lehet tudni rólatok, csak hogyha valaki esetleg még nem hallotta volna abszolút a neveteket, ugye hát a Salátáról is le lehet tölteni az albumotokat, ami igazából ilyen EP és LP közötti dolog, mert hogy nem egy igazán hosszú album. Ugye hány szám van rajta pontosan? 9-be vagyunk, na? Jó, ezzel mindig meg lehet fogni az embereket a saját számcímeikkel. És hogy, jó, ez a full kontakt, ugye? Úgyhogy ezt, akinek internet kapcsolata van, az a salatamagazin.com-ról teljesen ingyen és bérmentve le is tölteti, és magáévá teheti. Aztán most a napokban ugye fel is került egy nóta, amit meg is fogunk hallgatni a műsorban, ez a Mi vagyunk dolog. És hát nagyjából akkor majd itt mindent átbeszélünk ebbe a 2 órába, ugye, ami veletek kapcsolatos, mert ugye egészen évfélig hip-hop-olni fogunk, de hát ezt már ugye megszokhattuk azért így a több mint 2,5 év alatt, meg hát itt majd azért még ejtünk, ami nem veletek kapcsolatos, egy-két szót majd el a Best of Saját a dologra, mert ugye ez is napokon belül napvilágot fog látni, de szép szóismétlés volt. 0629414020, ez az SMS számunk, illetve salatamagazin.com-on nézzük a fórumot, és akkor most meghallgatunk egy Boom Deck felvételt, és akkor utána majd elmeséljétek, hogy honnan jött, mennyire izgalmas történet ez a Critical Points név, a táskát tartalmáról ne beszéljünk, mert én eddig azt hittem, hogy a női táskák rejtenek magukba mindenféle érdekes dolgokat, de az egy igazi túlélő szett, amivel ti ide megérkeztetek, úgyhogy inkább a zenékre koncentráljunk szerintem, úgyhogy Boom Deck jön, és akkor utána jövünk vissza a Critical Points-szal, mondom még egyszer, velük hip-hopolunk egészen. Úristen, de megijedtem, nem lett visszahúzva az óra, itt már 11 óra, 11 órát mutat. Mindjárt megyünk. Érted? Ez volt az Érted, itt a Salátában. Na és hát akkor itt van újra velem, ugye Feri a Drusszám, meg itt van Dávid is, azaz a Critical Points. Ezek a névválasztások, ezek igazából nem a legnagyobb csajozó sztorik, tehát ezt ugye magamról is tudom, hát a Funkadeli név az valami állati unalmas sztori, akkor a Boom Decknak a neve, akit most hallgattunk, meg az összes többi ilyen, a fele az ilyen gyerekkori becenevekből jön, a fele meg ilyen teljesen maraság. A Critical Points az is, ahogy itt mondtátok a műsor előtt, valami rettentően elmés dolog, tehát valami mi ez, valami vendéglátós szakkönyvből ered a dolog, vagy micsoda. De aztán mégiscsak ahhoz tudtátok formálni az idéző jelentését, amit mondjuk ti képviseltek. Persze. Na, erről egy pár szót akkor halljunk már. Dávid, nem is tudom, ez úgy van igazából, hogy Sásdra jártam suliba, persze nem az volt az első. Elvileg nem hiszitek el, rendőrnek tanultam 2 évet. 9. osztály, Nagy László gimnázium. Jó tányérsapkával, úgy megnézni. Igen. És végül is sajnos nem várt betegség miatt kórházba kerültem, így nem folytathattam az iskolát, és majd később, mire felépültem, így elmentem máshova, Sásdra, szakácsnak tanultam, és ott volt osztálytársam, a Lajos István, a mostani csapattársunk, aki sajnos nem lehet itt velünk. Erről majd később ejtünk egy pár szót. Hát az a lényeg, hogy az ilyen tanulmányi könyvekbe így a szakácsok pincérek, vagy épp
vendéglátóipari, igen, vannak ezek a kritikus pontok, ez valami a kajával kapcsolatos dolog. Így van, ilyen káros. Én azt tudom, hogy miről van szó igazából, az lényeg, hogy ez így... Ez sajnos ő tudja, sajnos csak azt tudja, aki nem lehet itt velünk. És, ja. akkor ezért lett critical points, igen, mert ezt igen, kinéztétek. Igen. Aztán ugye hát a kritikus pontok, és akkor hát gyakorlatilag ezt így rá lehet húzni az élet kritikus pontjai, vagy valami ilyesmi, hát amit... Igen, igen, persze, hát ha szövegénket figyeled, akkor ez már így magyar jelentéssel már így közel áll hozzánk, mert így hát kritika az egész. Világos, hát nem vagytok valami öreg fickók, szóval nem, nem. Mondjuk nem vagytok az a szemtelenül fiatal kategória, akik már ugye szintén szép számmal fordultak meg itt a salátába, de azért nem is vagytok valami öreg csókák, akkor hogy van ezt, hogy mióta csináljátok meg mi esmi a sztori, ugye Feri, te először csak zenéket írogattál, hogyha jól tudom, akkor ezt egy picit... Hát akkor... a sztori az nagyjából az annyi, hogy a Lajos István is szilvási srác volt. Én is Vertani utcai gyerek vagyok. Mint én. A 21-ben lakok, mint a Feri. Ugye, aki itt ül mellettem most. Igen, de igen. Egyébként a Kazinci utcában lakott, és úgy költözött fel Komlónak egy elég durva részéről. Tényleg ismerik nagyon sok helyen Pesten, és azt magát, csak az utcát is. Jézus, aztán felköltözött Szilvásba. Vértanok utca 21, 5. emelet. 14-es ajtó, Baltvár Dávid. Ott laktam én szembe, kinézek, Mester Ferenc. Hallom, hogy gyártja a zenéket. És így lespanoltunk. Milyen zenéket gyártott? Hát főleg ilyen, hát a... Vegyes? Hip-hophoz hasonló. Voltak ilyen breakbeat-es dolgok. Igen, leginkább. Stb. És akkor egyből rámoccanta, hogy írjál rap alapot, vagy mi? Ha, igazából hol ismerkedtünk meg, hogyan az orvosi rendelőbe, hogyan, te emlékszel rá, meséld el? Igen, igen, igen. Hát az orvosi rendelőbe így álltam, betegek voltunk mindannyian, így összejöttek a skacok, aztán volt valamilyen sorban állásos. Meg nem ismertük egymást. Tudod, akkor jött be a divatba ez a húzzanak sorszámot műsort. Igen, igen, igen. Hát a Dávidek nem szerettek volna így ebbe bajlodni, és így beálltak a legélyre, és ebből akkor a baj élet, hogy aztán így én csak röhögtem a dolgon, és akkor is panultunk össze, mikor így ők berántottak engem is a legelején. Ére, hogy hát ne várjál már ott a 86-os sorszámoddal. Komlón így... már volt ilyen, hogy sorszám a rendelőbe? Persze. Nem mondom. És hiszem, ilyen neves műsorod kijön az ember. Na, ez és igen. Akkor, hát... És akkor utána összes pannolás, aztán bele is csaptatok a lecsóba. Igazából még akkor se igazán spanoltunk, hogy le úgyhogy frankon, csak így dumáztunk, meg így nem tudom, csak így éreztem valamit, be lett rántva, így ott lett, ott állt, mellettünk, igen. Vittük magunkkal, segít a zár, de fölköltözött hozzánk, és akkor már ismertük egymást látásból, meg maga a helyszín, meg az egész beugrott mindenkinek, és amikor elkezdte gyártani a zenéket, meghallottam, átmentem, én már régóta hallgattam repzenét, akkor már még igazából Enixot, meg nem is pontosan azt hiszem, ilyen fekete-fehér klippek voltak, Public Enemy, Enix. Igen, igen, igen. Azt hiszem, ezeket nyomták akkor az MTV-n, amiket vettük fel a videóba mindenki, ó, nekem megvan ez, meg az, igen, meg igen. Amaz. Az és lényeg, mi volt az első közös ilyen tettek mezére lépés? Hát az volt a lényeg, hogy ők voltak a nagy ilyen angol műsor, én inkább magyar repzenét hallgatom, ők átjöttek, hogy ők írogatnak ilyenek olyanok is, hogy szeretnék, ha csinálnak nekik zenét. Aztán csináltam egy alapot, és bejött nekik, aztán utána rávettek engem, hogy akkor már írjak egy szöveget, hogy mégis nem tudom ez, hogy jött ez az ötlet, aztán írtunk egyet, aztán így született az ellened, amit egyből föl is vettünk, és akkor annyira tetszett nekik, hogy végül rábeszéltek, hogy így ezt a zenei műsort ezt hagyjam, és akkor így a zene mellett így én is így ez olyan másfél éve volt akkor cirka? Két év. Másfél-kettő. Ez már volt két. Jó van. Szerintem. Na, akkor most meghallgatjuk a Deniznek a Nem Szimpla feature-ét, és akkor utána jövünk vissza, aztán átbeszéljük, hogy akkor hol van a harmadik tag. Addig lehet írogatni nyugodtan salatamagazin.com-ra, majd mindjárt onnan szemezgetek is egy picit, meg ismételtem, mondom, hogy 0620 9414 020, ez az SMS szám, aztán Ricsó meg is jegyezte már itt a fórumban, hogy ugye van még Bumdáknak szűk két órája, hogy megjelenjen a lemeze, mert ugye még itt a salátába állította elég erősen, hogy meg fog jelenni november 1-én a Bumdák album, aztán most, hogyha jól tudom, akkor ez már erősen jövő évre van tolva, úgyhogy ti is jól gondoljátok meg, hogy miket ígértek, igen, aztán igen. Utána rátok lesz szúzva keményen. Aztán ugye, ahogy ígértem, majd a Best of Sátáról is kell majd egy-két szót ejtenünk, meg hát itt még zenéket is fogunk hallgatni. Ti is hoztatok egy-két kedvenc muzsikát, majd azokba is belenézünk, meg nekem ki van adva idézőjeles utasításba ugye a Bill szerkesztő barátunktól, hogy
hogy le kell játszanom olyan zenéket is külhonból, amik a Saláta magazinon található interjúkkal kapcsolatosak, úgyhogy majd még zenélünk is egy csomót, meg mindent. Na Deniz jön, mert ugye megjelent neki a lemeze nem olyan régen, pár hetes, salatamagazin.com-ról lehet megrendelni eredetiben, és nem pedig másolni. Na! Kedves hallgatók! Örülünk, ha tetszik a saláta. Sajnáljuk, ha nem. De hogy 2 órán keresztül itt hip-hop lesz, az biztos! De még mennyire. Na fiúk, akkor mondjuk el azt gyorsan, amennyit ugye lehet tudni erről a nem túl vidám történetről, hogy a harmadik alapítótag most hol is van, meg hogy mi ezzel a helyzet, és akkor utána majd egy picit vidámabb vizekre próbálunk evezni. Jó. Hát igazából igen, 3-an kezdtük ezt a dolgot. És hát a harmadik ember, aki így Lajos István. Igen, nagyon fontos nekünk, így hát valamilyen szinten így testvérünké vált így az évek során, mert hát azért valamilyen szinten együtt nőttünk föl. Hát most így ártatlanul egy olyan dolgba keveredett, ami igen, csak 7 évet van maga után. 7 év, és nem tud semmiről. Igen. Hát csak így belekeveredett valamivel. Rossz időben volt, rossz helyen, és ez így... Egy nagyon bonyolult, nagyon hosszú ügyes, sajnos nem fér bele ebbe a mai adásba, de... Világos, tehát annyi szerintem még amennyit talán elmondhatunk, hogy annyira rossz a történet, hogy ne adj Isten, ha van egy kis szerencsétek, akkor még így ilyen országos médiában is lehet, hogy hallunk erről a dologról, hogy hát, sikerül. Igen, próbálkozunk, utána mentünk azért a dolgoknak, a szülők és mindenki próbálkozik a médiától, elkezdve a nem is tudom, hogy mit szabad mondani, mit nem, így a Justektől, a Friderikusztól elkezdve, amit el tudsz képzelni, hát mindennek. Akik ilyenekkel foglalkoznak. Persze, igen. Így van, akik segíteni tudnak, vagy mindenki inkább fel lehet keresve. Most az kérdéses, hogy ki az, aki világos. Odáll, és ki az, aki nem. Világos. Igen. Jó, hát akkor sok szerencsét kívánunk, tényleg szerintem mást nem igazán tudunk. Akkor egy picit ugorjunk ilyen pozitívabb vizekre. Amikor én meghallottam a Critical Points cuccot, nem is tudom, egy számot hallottam először, pont angyalok az angyalok vagyunkat, igen. Azt majd mindjárt le is fogjuk játszani amúgy. Igazából tipikusan az volt, hogy ugye tehát tényleg napi szinten kapok demókat, meg ilyen számokat, meg minden ilyesmi, és amikor hónapokon keresztül csak olyanokat hallasz, hogy tényleg ilyen állati sekélyes, állati kezdő, állati izzadságszagú, és nem jó az egész, és akkor utána jön egy ilyen, akkor az valami hihetetlen nagy felüldülés, és amikor ez hozzám eljutott, akkor azon próbáltalak is titeket ugye felkutatni, mert pontosan nem emlékszem, hogy volt, de azt tudom, hogy Zernalt küldte a azt tudom, és a Koisznak a Kois nekem, és utána igen. Én szóltam is vissza, hogy van-e még cucc, vagy valami ilyesmi, igen. És aztán utána akkoriban fejeztétek be ugye az albumot, mert hogy utána még várni igen, kellett. Igen. Ez így volt. És tényleg ez egy állati jó dolog volt nekem, hogy akkor hallottam ezt a Critical Points szót, ez az angyalok vagyunk, akkoriban nekem a legkellemesebb meglepetés volt hetekig magyar vonalon, és utána ez persze csak az én életemben valószínűleg, de ez egy olyan vonalat indított meg, vagy egy olyan lavinát, hogy utána annyi frankó demót kaptam az angyalok vagyunk után, hogy az valami hihet. Utána ez egy ilyen nyerő szériát hozott. Aztán ugye fel is került az album a Salátára, mert hogy ugye ezt ingyenessé tettétek, ezt a dolgot. Mik voltak, vagy mik a visszajelzések, meg ilyesmi, hogy így mennyire érzitek, hogy ez így eljutott elegendő emberhez? Hát szerintem így a Salátának köszönhetően így eljutott azért szerintem jó sok helyre. Ez most mennyire marketing szagú a kezdet. Nem, ez így nem a reklám miatt. Nem, az egyértelmű. Igen. Ez... letöltötték az emberek, aztán utána már hát barátról szállt a dolog, és hát de elég pozitív. Nagyon sok helyről jöttek a dolgok. Vannak kritikumok is, de nem baj, azt kell, abban tanulunk. Zuzu írja a fórumban, csak gyorsan ezeket mondom, mert utána nagyon-nagyon elfoglalkozott. Csáv Fanka és Critical Points, jó az album, nagyok a szövegek, grat hozzá, Angyalok vagyunk című számot nem adod le, Feri, dehogy nem, azt majd mindjárt le fogom adni, aztán én nézegetem tovább, és akkor térjünk vissza az alapkérdéshez, hogy ugye akkoriban, ez mennyire furán hangzik, amikor én voltam így, mint hogy az ilyen első anyag, meg ilyesmi, akkor ezt úgy kellett mérni,
hogy ilyen cseteken, meg így e-mailben, meg ilyen fórumokon így reklámoztad, és hogyha 20-30 ember letöltötte, meg eljutott hozzá, az óriási szó. Na most így a Critical Points album az már, hogyha jól tudom, bőven ezres letöltés fölött jár. 1200 körül jár az album. Tehát így nagyon, nagyon megváltoztak az idők, szerencsére. Mondjuk dolgoztunk érte eleget, de ugye ez már így manapság egy picit könnyebb ez az ügy, úgyhogy úgy gondolom ennek arányaiban egész csomó visszajelzést kaptatok. Kaptunk. Így valamit megemlítek, nekem így legjobban az eset, mikor nem tudom kicsoda, így most névre nem emlékszek, sajnálom, de egy ilyet írt be, hogy a legkirályabb feeling, mikor a Balatonon kimegyünk a saját paplanunkkal. Igen, ez egy lány volt. Igen, és meleg, forró melegbe a hideg sört isszuk és hallgatjuk és az angyalok vagyunk című számot. Nagyon jó. Igen, ez egy lány volt. És nagyon aranyos, kedves. Pont erről jut eszembe, hogy a Critical Points topic, a saláta, ugye van egy csomó előadónak topikja, így itt-ott vannak, ugye, hogyha írnak bele, akkor mindig felkerülnek, de a Critical Points topic ma minden nap van szinte valami igen, történés. Igen. Meg hát van egy lányunk, Szú, ő azóta megkapta ezt a CP Szú nevet, mert ő mindig ír, és akkor mondtuk neki, hogy innentől kezdve kritikál ilyen tiszteletbeli tag lett, nagyon és jó. CP Szú. Nagyon ezt szeretjük, és közénk tartozik. Világ, ez ilyen olyan tiszteletbeliség, mint ahogy a Kolsz sokan nem színek hiszik, de hát erről majd beszélünk még. A sok írja, hogy üdvözlet a Critical Pointsnak, Komló, az Indigo Crew és Csassi, valamint jó magam natív nevében. Őt ismeritek? Vagy csak Csassi, igen, natív. Natív nemrég fölvett engem MSN-re, és aztán ő bemutatkozott, én is bemutatkoztam neki, aztán azt mondta, hogy hát ő tudja, hogy én ki vagyok, és aztán utána írogattam neki, de ő nem volt hajlandó visszaírni, és akkor jó éjszakát is. Na mindegy, de közben ismerjük azért, őket, vagyok tisztába, közben de azért Szú is bejelentkezett természetesen, Szú, igen, megjött ő és valami nem bírja hallgatni az jó. Adást, úgyhogy de remélem, hogy segítenek neki majd itt a fiúk. SMS-ben jött kérdés, hogy Pacsi Feri Pixi zene lesz-e? Az lesz szerintem mindenképpen, remélem, hogy bele fog férni az időnkbe, aztán a szoláriummal mi lesz, ajajaj, ez nem tudom, néztétek-e mostanában a fórumot, Sziszka Finucci, nagyon szimpatikus úriember, nyitott egy topikot, mert tettem egy felelőtlen kijelentést, hogyha összeszed 100 szavazatot, akkor elmegyek szoláriumba. És ilyen 90 körül járnak, úgyhogy lehet, hogy nagyon érik ez a dolog, és természetesen ugye bizonyítanom kell majd, hogy voltam, úgyhogy szerintem ez lehet, hogy egy érdekes dolog lesz. Na mindegy, úgyhogy tényleg Sziszka állatira köszönöm, annyira jó arc, hogy ezt így összehoztad. Aztán mindjárt jön, akkor az angyalok vagyunk, meg ez a Riviera rezsim szám, mert hogy velük van egy interjú most a Salátán nemrég óta, állati fura fickók, úgyhogy akit érdekelnek az ilyen érdekes arcok, akik a hip-hop életben mozognak, az mindenképpen olvasgassa az interjúkat, amiket Bill barátom készít, és tényleg hihetetlen jók szerintem. Critical Points album mennyi ideig készült? Hát igazából... most elmondjuk neked. Ez így... Úristen. Komoly. Igen. Mennyi szóval volt? Így... Most komolyan, de... Én nem lepődök meg, Nekem voltak szövegeim, amiket így linkre igazából. Én így mindig győzködtem a Ferit, persze, meg lesz, betanulom, megtanulom, megírom. És nem meg lesz, kész lesz. Aha. Hallod? De mennünk el a stúdióba. Feri, ha a 10-én megyünk a stúdióba. 9-e? Nincs köz. 10-én megyünk, megvan. Persze, lementünk a stúdióba. Adj egy papírt, adj egy tollat. És megírom gyors. Nem megírom szóval gyors. Hát, hogyha az elején így nyomjátok, akkor Nem. Itt nincs linkelés, azért az a probléma, hogy igen. Nem. Az igazság, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy mennyi idő alatt vettük fel, akkor azt kell neked mondanom, hogy 4 nap, de hogyha meddig készült, akkor szerintem ezt a 2 évet így mondhatjuk. Jó, értem, hogy miről van szó, meg szerintem a hallgatók is. A Critical Points angyalok vagyunk, mert hogy már fél órája itt üldögélünk, meg trécselünk, de még tőletek zenét nem hallgatunk, utána meg Riviera rezsim, aztán megjövünk vissza, addig salatamagazin.com, a fórum, illetve 0629414020, és ez itt még mindig a saláta, és hip-hoppolunk egészen évfélig. Kemény. A keményet hallottátok itt a salátában. Meg közben állati kellemes, hogy csalódtam a Billnek az ízlésében, mert mindig ilyen terror számokkal szokott engem így lezúzni így teljesen, és az délután adta oda ezt a nótát, és én most hallgattam meg élesbe először, eddig besetettem még, és valami teljesen kellemes dolog volt, úgyhogy Bill, ezen az úton töretlenül menjünk tovább, aztán ilyen kis intermezzo jelleggel, hát ugye, amire most ne térjünk ki, mert tényleg részleteiben szerintem túl lett ez tárgyalva, mert
több soron és bőven is, hogy ugye volt ebbe a Frixes salátába egy ilyen kis komlói vonatkozásunk nekünk, és hát én ezt komolyan mondom nektek, hogy azóta is, de csak azóta, pedig hát az mikor volt, egy-két hete, igen, kaptam igen. egy halom e-mailt komlóiaktól. Tehát én oda szerintem egyszer simán le fogok menni, komolyan persze. mondom, mert na, hát hogy mondjam, most ne ismételjük akkor magunkat, de tényleg, és nekem ez mindig is ez volt, ez a komló, ez amúgy is, meg mikor aztán gőztől hallottam, hogy úgy kell fogyasztani, mint Szlovákiába, akkor ez már ilyen kihívás jellegű. Igen. Aztán akkor most mondom, hogy a Király Petit, a Szaszát, meg a Szlaukot, akkor azt ugye pacsizzuk erősen. Igen, igen, igen. igen. Figyeljetek, ilyen pacsit küldünk nekik. Aztán annyi van, hogy akkor most, hogyha megengeditek tényleg egy másfél percben, akkor elmondanám ezt a best of salátás dolgot, mert ugye ezt ilyen idézőjeles saláta közszolgálatisággal, ezt ugye meg kell említenünk. Ugye volt a best of saláta 1, ami egy dupla CD-s kiadvány volt, ugye egy MC Gőz, meg egy Funkadeli EP járt még mellé, meg egy pár bónusztrek, ugye például a Messze a sárban, akit említettél, ugye Feri itt az elő, meg igen, igen. amúgy a Főnix is Feri. Nagyon jó. Igen, igen. Nem mondod, de hogy a Főnix Feri. Is Feri. Hát az nagyon király. Úgyhogy megfejtettük, hogy a Főnix volt az egyetlen, akit nem ismertél bőle, és ő is Feri. Na, úgyhogy ez volt, ez a dolog, hát tényleg rengeteg visszajelzést kaptunk, aminek átira örülök, hogy mindenki szétrögte magát, tehát tényleg atózik az ország volt. Összes pontjáról mindenki szétrögte magát a Best of Sátán. A Best of Sátán 2 ugyanezen a vonalon megy végig, csak azóta egy picit ilyen komolyabb gondolatok is összegyűltek itt a műsorba, úgyhogy lesz egy pici idézőjeles, nem oktató, de mondjuk úgy, hogy tanító jellege neki, legalábbis szerintem, illetve hát a folyamatos rögés az azért ott is meg lesz, ez lesz az egyik korong, illetve a másik korong az a saláta LP lesz, ami azt jelenti, hogy 12 számot hoztunk össze Digóval, Kopikonnal, Denizzel, Artos Csabával, MC Gőzzel, Fettel, a Minimal Projectből, a Petivel és a Csabival, ajaj, ki ne adjak valakit, akkor Denizzel, Főnixel és Bumdákkal, DJ Nice Karcolt és Szabó Balázsral, illetve Artos Csabával készítettük az alapokat, és nagyon jó barátom Andreas, aki amúgy is itt a műsorban már volt kétszer is, ők készített a borítóját, szóval ez a Best of Sonata 2, illetve a Sonata LP gyakorlatilag egy 3-4 napon belül napvilágot fog látni, úgyhogy a többi infót azt majd a weboldalon el lehet olvasni, illetve jövő héten majd elvileg MC Gőz, Artos Csaba és Szabó Balázs érkeznek ide, ennek a lemeznek ugye a tartó pillérjei, hogy így mondom, és akkor ezt majd úgyis átbeszéljük, szóval tényleg ez most már elkészült ez a dolog. Visszatérve, Komlón így mennyire tudták, várjunk, hogy nem is így akartam mondani, csak belebotlottam egy kicsit. Volt olyan ember, aki nem tudott rólatok, és mondjuk a salátán keresztül tudta meg, vagy valaki mástól hallotta, hogy vagytok Komlón, komlói emberke? Azért ez izmos lett volna. Vagy ahhoz elég kicsi a város, hogy így ismerjen mindenki. Igen, minden igen, ahhoz elég Komlón kicsi. Azért vágnak minket. És mi a helyzet ezzel a dologgal nálatok, hogy ami így 90%-ban működni szokott, ez a saját hazájában senki nem proféta, ez így nálatok, ahogy így kivettem a szavaitokból a műsor előtt is, ez nem gond ez nálatok, vagy van azért egy picit ilyen, vagy mi? Mert semmi rosszat nem mondtatok tényleg. Hát nem tudom. Tudjátok, igazából. Mi szokott lenni? Ezt sokszor elmondtam már, hogy nekem is mindig a kecskeméti fellépések, a parások, a Gőz, meg a Csabi Pesten utának fellépni, tehát ez a saját hazájában nem lehet semmi se profét, ezzel működik, mert irítség, meg stb. Nem, stb. Hát nem, az igazság, hogy Komlón nagyon sok feltörekvő hip-hop csapat létezik, működik, nagyon sokan próbálkoznak, tényleg rengetegen, nagyon-nagyon sokan vagyunk, akik próbálkozunk kitörni, így megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, hogy mit tudunk létrehozni mind alapban, mind szövegbe, mind is stílus az egész, így kiforróba. És igazából meg kell, hogy említsem, mert azért meg kell, de a Funk dinasztia, róluk még nem hallottál biztos, náluk kezdtük el a felvételeket. Igen, igen. Akkoriban még. Hát igazából most már nem tudom, hogy máshol hogy van nálunk, inkább így valamilyen szintű összetartás van. Szóval ebből jó. Próbáljuk összetartani Komlón a hip-hop csapatokat. Ez nagyon jó, erről segítjük egymást. Erről szerintem példát lehet venni, mert én mindenkitől szoktam hallani, és ezt a rengeteg negatív hullámot, és veletek, mikor beszélgettünk a műsor előtt, tényleg csak pozitív hullámot hallottam erről az egész dologról, vagy ha nem pozitívat, akkor
mondjuk úgy, hogy semlegeset. De, de ez, ezzel legyetek rajta, hogy, hogy ezt próbáljátok megtartani, szerintem, ha így ezt mondhatom, mert az tök rossz lenne, hogyha mondjuk jönnétek jövőre, vagy valami. Háromba fogjuk. Akkor, és akkor addigra már tele lennétek fasírtól. Persze. Szóval... Hát annyit, annyit azért el kell mondani, hogy attól függetlenül, hogy országszerte még terjengen a komlóra, attól függetlenül összetartás ott van, és mindig is lesz. Van. Ez így van. Így nevelkedik ez az ember. Ez amúgy egy fura dolog, hogy... És kiállunk egy mesert, és komló, igen, az igen. Komló mellette el, és ott is fog állni mindig is. Szóval még annyit erről, hogy minden ilyen, nektek is gondolom minden ilyen lokál patriotizmus nélkül, hogy, hogy Komló annak ellenére, hogy egy idézőjelben egy kisváros, ez a név, ez azért úgy ott van a rep köztudatban, és ez ilyen állati fura. Vagy legalábbis nekem fura, mert ugye sok 30 ezeren raknak körülbelül a Komlót. Nem, ez még nekünk is fura. Igen, 28. Pedig komlóiak vagyunk, de pontosan. Tehát 28 ezer ember lakik igen. ott, és rengeteg 28 ezer körüli város van, amiről még nem is hallottunk adott esetben, és a Komló az ott van a rep köztudatban, kérem szépen, és hát ez, ez a ti érdemetek is, úgyhogy, sőt, szerintem mostanában leginkább a ti érdemetek, úgyhogy remélem, hogy, hogy nem is üti fel ott semmilyen irigykedés, meg ilyesmi a fejét. Pixi fog majd jönni, és van már Pixi lemezed, aztán SMS gyorsan, hello, jó a műsor, a srácoknak pedig nagy pacsi, nagyon jók, jó, hogy újra kedv van, már vártam, főleg, hogy ezelőtt héten nem ment a műsor nálam pacsi méter, vagy meter, bocsánat, már egyszer rám szóltál meter, aztán de rég láttam ilyet, ez igen, meghalt a Saláta magazin, mikor újra utoljára láttam, akkor körülbelül 100-an voltak online rajta, úgyhogy hát igen, éppen ideje lesz szerintem az új szerverünket beszerezni. Arról fogunk majd beszélgetni a következő blogban, hogy milyen zenéket hallgattok, meg mennyit hallgattok, meg mennyire az életetek része, mert ugye mondjátok, hogy Feri, te tanulsz, Dávid, te dolgozol, az szét vagytok csúszva teljesen, igen. De hogy meg ugye neked még, vagy nem tudom, hogy neked van-e Feri komoly barátnőd, de ugye neked van. Tudom, hogy na hát akkor, hogyha már lányok is benne vannak a képbe, akkor nem csodálom, hogy nehéz összehozni ezt az új Critical Points albumot, de szerintem 2007-8-9-re ebből még bár. Nyarán, mindenféle Fejem, és igen, úgy pörzsöl mindenki, hogy és a paplanon, a mobilnak cipő, igen, a lépidek és addig az angyalok vagyunk, vissza Flash című szám. Ez jó, biztos, ez a hozzáállás. Ez most egy pesti zenekar egyébként remélhetőleg élő zenébe is, Mellenkár és az angyalok vagyunk, hát hogy jött a kapcsolat? Ketten között? Igen, igen. Hát mondom, végülis Komla egyik lehet így mondani. A pesti zenekarra, azt kérdeztem. Hogy Pestre felcsoltozott a mi producerunk, stúdiós rácunk, és hozott minket össze. Igen. De mi, ez még csak ilyen duma szinten, vagy volt már is próba, vagy valami? Nem, ez komoly, ez igazából sok közünk nincs annyi, hogy megcsinálta ugye a Feri az alapot. Ja, értem. És élő kivitelezés, nem midi hangzásban. Ez tök jó, ez tök igen, jó. Igen, és valamilyen szinten megcsináljuk, igen, és megpróbáljuk ezt hozni. Franko klippet is. Jó, hát akkor ez nehéz ügy, de hát reméljük, hogy lesz kézzel fogható. Nehéz, de már... Készül. Alakul, igen. Lesz ma olyan Critical Point szám, amit ugye szerintem még nem azt mondom, hogy kevesen hallottak, mert az jó pár százan letöltötték már az oldalról, de még szerintem mindenki nem, ez a mi vagyunk. Igen. Ez mikor készült? Igazából... Egy hét. Egy és fél. Nemrég voltam. Nagyon friss. Nekem készlette, már akkor kaptam. Én már akkor kaptam. Így van. Egy napig hallgattam is. Non-stop, úgyhogy ezt meg fogjuk hallgatni, meg hát azóta én már játszottam is itt a Salátában, hát akkor meg nem tudom, hogy na, mit akarok én itt, Pix, van már Pixi lemezed, következik, aztán utána jövünk vissza, és természetesen még hallgatunk majd Billes zenéket is, meg Bill közben küldte SMS-be, hogy annyira rendes volt, hogy megkapom a héten az összes Necro meg Mr. Hyde albumot, így lehet, hogy nem pont arra lesz szükségem így mostanában, de mindegy, Pix, van már Pixi lemezed, és akkor utána jövünk vissza, 0629414 0-20, aki esetleg még nem tudná az SMS számunkat, és a salatamagazin.com az, ami, hát igen, ahogy MC Gőz mondta erről, azért kiválóan le lehet mérni, hogy annyira sokan nézik az oldalt, hogy behalt, úgyhogy ezt most akkor értékeljük pozitívan. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Salátában. Hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620
0-9-4-14-0-20. Srácok, állati egyszerűnek tűnő kérdés következik, de hát főleg Dávid, ez így hozzád fog szólni, mert így Feri, neked már így nagyjából hallottuk, hogy kezdődött ez a dolog, de te miért kezdtél szövegeket írogatni, meg mit gondolsz erről az egészről, hogy rap, meg ilyesmi, meg mi motivál téged? Mi motivál? Igazából az, hogy ezt hogy mondjam el neked, hogyha valami érzésé, kicsapongás, valami történik velem akárhol, az utcán, a családban, a környezetemben, így a negatív dolgokat végül is át tudom alakítani pozitív dolgokká, mert hogyha valami érzési, nem feltétlen csalódás, valami, ami kihat az érzéseimre, az érzelmeimre, azt valahogy úgy tudom levezetni, mert ilyenkor feszültség, nem feltétlen negatív, lehet, hogy pozitív, valamit érzek, le kell írnom, ha esetleg csalódok, akkor utána a végén nevetek, nem sírás, nevetés, mert leírom, és a végén a negatív dolgokból pozitív dolgok lesznek, ezt már tényleg sok helyen elmondtam, mert a végén örülök, hogy milyen jót írtam. Ez úgy működsz, mint abban egy ilyen lesz. Növénynek a level, ami a széndioxidból csinálja az oxigént. Hát igen. Főként azoknak a dolgoknak a hatására működik, indul be ez az egész, vagy pozitív, vagy negatív, valami érzelmi hatás által indul be. Hát ez állati szerencsés figura vagy. Te milyen jegybe születtél akkor? 85-06-08 és egy bika. Az jó. Na, hát akkor ezért. Figyelj, ezért is. Na, ez olyan érdekes, mert nekem pont a valamelyik nap vágta a fejemhez, így idézőjesen vágta a fejemhez valaki, hogy persze nekem könnyű, mert én így leülök, fogok egy papírt, meg egy szerket, és akkor kiírom magamból. Ez azért nem így működik. És ennyi, hát ez azért nem így működik, de benne van ez tényleg. Ez azért erősen benne van, mert amúgy, ha ez nem lenne mondjuk az életünkben, szerintem mondhatom így, akkor állati sok ilyen fölösleges feszkót maradna persze. Bennünk. Persze. És majd a Best of Salata ajátok, hogy az Interfunk mond egy tényleg egy olyan lehengerlően megfejti a rappet, pont abban hozzászólásában. Pont abban, nagyon tiszteljük. Pont abban, nagyon szeretjük. Pont abban a hozzászólásában, amit úgy kezd, hogy nem kell megfejteni a rappet, de pont abban fejtővel állatira, hogy ez az a dolog, amivel, tehát egy olyan művészeti ág, amivel senkinek nem árt az ember. Igen. Maximum annak talán, aki egy-egy számon fölidegesíti magát, de hát az meg ugye magára vethet, de... Ez talán lelkiismeret. Igen. Dolga. Nem? Igen. 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 És magunkon meg ezzel iszonyatos nagyot tudunk segíteni, és ezt meg pont a Deniz mondta tegnap, hogy hallgatott egy számot, és azt mondta, hogyha az a száma, ami ilyen érzésekkel megajándékozta őt, ha ugyanazt ő így még akár a tudtán kívül is eléri mással szembe, egy saját számval kapcsolatban. Az már nagyon jó. Az egy állati jó dolog. Hát igen. Az ember megtalálja önmagát valamiben, az ez egy ritka. Állati szuper dolog. Tehát igen. Ez a rap, ez egy jó sport. Igen. Csak itt meg már bejön az is, amit ugye MC Göz szokott mondani, hogy nem kötelező. Na, Critical Points mi vagyunk. Azért tereltem egy picit erre felé amúgy a témát, mert a mi vagyunk, az pont erről szól igazából valahol. Igen. Legalábbis az én értelmezésemben, amit így ebből levágtam. És nekem van egy ilyen gyanúm, bár elől aztán állatira nem beszéltünk, úgyhogy javítsatok ki, ha nem így van. Dr. Szerintem. Csernos. Igen? Igen? Azért mondom, hogy ez óriás tipp lesz, hogy... Ne támadj le minket. Nem, hogy nekem van egy olyan tippem, hogy szerintem egy picit az új Critical Points is ilyesmi lesz. Én party trackeket nehezen képzelnék el tőletek, vagy sok party trackeket nehezen képzelnék. Így van, igazad van, sok van. Nem, de lesz. Lesz rá tevés? Lesz, mert van, azért van. Az van. Nem, amikor... Igazából úgy fejteném ki ezt a dolgot, hogy mi nem törekszünk arra, hogy valami legyen. Ami jön, az így kijön. Világos. De amúgy így kinézetre, már ezt aztán állatira nem látják, ugye hallgatók, ez a rádió, ez egy ilyen műfaj, de így kinézetre ilyen hullabulis srácok vagytok, tehát egyáltalán persze, nem ilyen izé sarokba ülő rap figurák nem, vagytok. Nem, vagyunk befordulva. Nem, az igazság, hogy tudod, nem szabad mutatni azt, hogy te gyenge vagy, te elkeseredett vagy, hogy te nem tudod, azt kell mutatni, hogy erős vagy, hogy minden hát frank, hogy minden világ, szuper. Gyenge, de hogy belül mi van? A gyenge ennyi. Pontja az mindenkinek mindenki. Van. Az a számainkban az ott kiderül. Ott gyenge pont. Végül is a második album szerintem az úgy... Mi lesz a címe?
Igazából nem tudjuk, full contact volt az első, de szerintem lehetne valami második menet, vagy round two, vagy nem tudom. Én egy kettest képzelek el, frankon, csak egy ez kettes az elején. Ez annyira fura, hogy az egész critical points image, ugye ez a full contact is, meg hogyha mit tudja, ne adj Isten, round two lenne a címe, ez ilyen vagány. Ilyen tényleg ilyen vagány dolog. Aztán de közben meg a számokba belehallgatsz, és akkor ott izé, ülünk a kis szobába, gyertyafénynél. Ez így van. Ez a lényege. Nagyon jó. Jó, critical points, mi vagyunk. Van-e ez a számhoz még valami hozzáfűzni való? Igazából nincs. Jó, akkor utána jön majd még egy másik billezene is, és akkor ennyi nagyjából, aztán jövünk is vissza, mert itt bár az én órámon már 12 van, hogyha nem csalódok ebbe a másikba, akkor itt még csak 23 óra 01, úgyhogy van még egy óránk. Na, a Critical Points mi vagyunk, akinek tetszik, az a solatamagazin.com-ról szabadon hozzá tud jutni ehhez. Cause I got you sniffing more cane than Big Daddy's. Durva. A durvát hallottátok itt a salátában. Aztán közben beszéltem telefonon Mikivel, ami drága jó rendszergazdánkkal, és így felveszi a telefont, és mondom neki, na mondom, mindegy, kocsmába vagy, de még ő meg se szólhat. Azt így honnan tudom, hát mondom, az ilyen kocsmai alapzajok kiszűrése, ez már kiváló rutinom van. De azt ígértem, úgyhogy elvileg mindjárt megy haza, és akkor majd ránéz az oldalra, hogy mi a helyzet vele. Úgyhogy szerintem lesz itt még nekünk fórumunk az este folyamán. Aztán ezen kívül akkor gyorsan nekifutok két darab SMS-nek. Végiel írja, hogy a Best of Sali 2-n ugye lesz minimum 10 perc Pixi papájából. Ti azt vágjátok a Pixás műsort? Persze. Hát mikor itt volt az apukája? Itt volt az apukája, mindegy, hogyha nem vágod, akkor majd töltsd le mindenképpen, mert megőrülsz tőle. Árpi bácsi itt volt, Pixi apukája a műsorban is. Fotorot szerepel... kéne ide. Itt van az ő fotorot. Őt be kéne hozni ide, de tényleg, mert ő lehet, hogy felülmúlna. Árpi bácsi. Esetleg. Tehát, lehetséges. Atyom, ezek a rapfaterek, ezek tényleg. Ezek, ő rapfater. Apám abszolút. Kőkeményen. Imádja Deniszt. Hé, Deniz üzenem, hogy apám már féltékeny vagyok, de komolyan. Ez nagyon kemény. Imádja Deniszt. De várja már, de hát a legkomolyabb az volt, amikor hát én kiszúrtam ugye itt a műsor előtt, így apád így úgy beszélt így a dolgokról, hogy teljesen képben van minden. Igen, ezt, igen, ezt, igen. Abszolút. Mind, lehet, hogy mindjárt. Hát én folyamat csöngetek át a szomszédba, de jó, itt a mes, tudod, ezt így hallom a repzenet, és nyitja az ajtót. És az apja, Ferike, nincs itthon, tudod. És így, de várjál, tudod, repzenét hallgatok, tudod, úgyhogy... Tudod, figyelj oda, mert ez nagyon jó. Tudod, gyere, gyújtsál rá, gyere be. Na mindegy, szóval Árpi bácsi mindenképpen azt a Best of Salát a kettőn. Aztán azt mondja, hogy szia Feri, gyulladt mandulákkal gyógyulok a salátára, áruld már, légy szíves, hogy az alakváltós tükörkép remixet lehet-e még küldeni, és hová, Kenus? Hát akkor a manduláid azok mindenképpen gyógyuljanak meg, szerintem nektek megvan még a mandulátok? Persze, nekem megvan. Nekem megvan, neked, és én állatira parázom. Nem emlékszem. Én is félek ezektől műtétes dolgoktól. Nekem egy-két haveromnak kikapták. Soha nem és, volt még. De ahogy csak elmesélték, én attól rosszul lettem. Igen, úgyhogy pár műtött. Én vigyázok rá, kajakra. Nem tudom, láttad-e a róka prémest? Igen, ja, tényleg, láttam. Róka prém. Miről beszélsz? Igen, zöldek, amúgy is mindjárt betelefonálnak. Te jutott, hogy a feltörekvő komolyan. Igen. Na, szóval Kenus, annyi van ez a remixek kapcsolatban, hogy hát az alakváltók lemez, az még nagyon friss, úgyhogy ezt nem hogy lehet. Meg nem bajom. Intermezzo. Kis intermezzo. Nem, hogy lehet még küldeni a remixet, hanem azt szerintem még bőven, hát bármikor, tehát az még legalább egy évig szerintem állati kíváncsi lesz rá Sziszka is, meg a Csabi is, úgyhogy nyugodtan, és amúgy az Artos Csaba kukat... mindjárt mondhatod, az artoscsaba@freemail.hu-ra tudod küldeni. Remélem, hogy jól mondom, mert Csabi szokta mindig beírogatni ezt a fórumba. Tessék! Sziszkával szót fogok érteni én is. Ez biztos, mert ugyanolyan beteg vérem van, mint neki. Ja, nem is tudom, hogy eddig még hogy nem ismertük meg. Hát szerintem, én úgy mondanám, hogy mindenkivel van egy kis Sziszka. Igen. Mindenkivel van egy kis Sziszka. De én nem tudom, még annyit lehet, hogy fölmúlna, én nem tudom, meg kell, hogy ismerjem. De tegnap volt egy ilyen, remélem azt, hogy Sziszka nem hallgatja, tegnap volt egy ilyen beírás a fórumba, hogy arról vitatkoztak, gondolom 14 és 15 év körüli fiatal lányok és fiúk, hogy ki a legjobb rapper. Szerintem ismeritek a történetet, de minden negatív dolog nekik, hát ez is kell, meg mi is csináltuk, úgyhogy jó ez, de erről ment a vita,
és ott írta az egyik srác, ami szerintem az elmés volt, hogy Sziszka jó meg minden, de nem lehet mindig meghallgatni, és nekem is pont ez a véleményem róla, hogy van, ami... Persze. És maga, csinál... viszont magamat mindig meg tudom hallgatni, ergo jobb vagyok, mint a Sziszka. Ez egy nagyon kemény kijelentés. Jobb vagyok én. Igen, igen. Ergo jobb. Persze, hangulat függő minden zene. Hangulat függő. Valamikor úgy megyek haza, hogy ez, és valamikor úgy, hogy az. Ez így van. Persze. Ez fontos volt elmondanom, úgy vélem, hogy ezt ez nagyon kemény volt, szerintem osztanom. Is. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Lords of the Underground. Hú, de szeretem. Rajta igen, vagytok? Igen, igen. Igen, akkor igen. Most jön az, hogy elbeszél a zenehallgatás kultúráról, egy picit ejtsünk szót, mert hogy is mondjam, mióta ennyire foglalkozok a zenéléssel, meg zenékkel, mint amennyire manapság, mondjuk az 3 éve, napi rengeteg órában, azóta nálam ez így teljesen elkorcsosult. És addig pedig ez úgy történt nálam, hogy eleinte ugye kazettán, aztán CD-n, utána meg még talán egy ideig MP3 lejátszón is állandóan hallgattam valami zenét, és az a baj, hogy ebben a mai világban az emberek annyira rohannak, meg sietnek, meg minden, persze a boltokban rengeteg ilyen lejátszót lehet kapni, de alig van amúgy ideje az embernek zenehallgatásra. Ez nektek így ez hogy van? Főleg, hogyha a csajod nem azt a zenét szereti, amit te, akkor aztán kész, vége. Szerencsém van, rászoktattam. Nem is lehet, kőkemény rock olyan barátja volt, hogy hű ember. Nálunk a legkeményebb rock, még rock zenekarba szerepelt. Nálunk pedig a Global House zene volt a kemény, aztán most így ő is így megkapja, ne. Ez ilyen és underground. És mindenhonnan ez van. És barátnőmet megfertőztem, és barátnőm már mutogatja a barátnőnek, hogy nem igaz, hogy nem ismered, pedig ezt már hallanod igen, kellett, igen, pedig igen, ő sem hallotta, ne. Meg sosem az előtt. És mindenkitől hallom, mindenkitől hallom, hogy mennek rá, hogyha csajjal beszélek, akit ismertem, és hip-hop-arc volt, akkor hallom, hogy a barátja áll rá a hip-hopra, és fordítva a haverjaim, barátaim mondják, hogy a barátnőik vagy igen. Csak barát vagy járnak, és mennek rá a hip-hopra, mert igen, hallják igen. Tőlük. Mert egyszerűen annyira nem vágják a még pedig itt van a saláta. Aki fel tudja fogni az értelmét, aki az értelmét fel tudja fogni, azt egyszerűen megfogja. Mindegy bilincs leláncolja. Az a probléma, az emberek még mindig ott tartanak, ami 20 évvel ezelőtt volt. Így van. Hát az 10. Mondjuk inkább az, jó, hogy 10. Legyen 10. Ott tartanak. De ahogy levágják, hogy azért már kemény dolgok vannak itt undergroundban, akkor már így mindenki így. Tényleg ez így hogy álltok? Mint a vírus. Mert ez is egy ilyen tipikusan... Ne, nem is kérdezem ezt még, mert ez egy nagy butaság lenne. Nem, fejezzük ezt be. Mennyi zenét hallgattok? Én többet, mint amit kellene. Mert ez pont, ezt pont mondom, erre akartam kiukadni. Többet, mint amit kellene, mert igazából amivel foglalkoznom kéne, sokszor elhanyagolom a zene miatt. De várja, van ennek egy olyan oldala is, hogy hatással van az emberre. Így van. Tehát hogyha nagyon, ugye, szóval, nagyon sokan vannak vele úgy, hogy akik magyar előadók, hogy albumkészítés közben nem hallgatnak más magyart, mert akkor hat a gondolkodásodra. Így van. Én is féltem egyébként a szövegírástól, meg azért is vagyok úgy, hogy nem hallgattam magyar rap zenét. Én tényleg csak kimondottan külföldi. Tényleg legtöbbet, így még amikor belecsöppentem, Király Péter, ahogy említetted, akik nagyon tisztánk, nagyon szeretnek téged, ők vittek bele szépen. Még akkor NX Public Enemy, ilyen CD-ket így árultak, meg másolgattunk, haveroktól hallgattuk, és kimondottan külföldi zenét hallgattam, és most így, hogy magyar rap zenét irogatok, igazából nem bánom, hogy nem hallgattam folyton, mert valószínűleg nagyon sok gondolatot másoktól, lehet, hogy szinte koppintást is, így is mondhatom. Lehetett volna. Lehet, hogy leírhatnám másnak a szövegét is, hogyha nagyon sok magyar rap zenét most hallgattam. Most intermezzo lehet, egy intermezzo? Feri, egy intermezzo. Egy nagyon rövid intermezzo szeretnék avval kapcsolatban, Feritől, igen, Komlóról, hogy hogyha meghallgatsz egy kritikálpont számot, mondd azt nekem, hogy hasonlít akármire. Mert nagyon sokszor azért elfordul, hogy egy újonc csapat a te szavaiddal élve feltörekvő, és azt mondod, hogy hát ez tiszta olyan, mint. Figyelj, ez annyira nehéz ügy nekem, most megint legalább, most megint de elmondom miért, megint olyan magasságba fogok járni, mint előbb a sziszkás példámmal, tehát nekem, rákészülünk. Tehát figyelj, te kapaszkodj, tehát nekem, aki az utóbbi 4 évben már elérte azt, idézőjelbe elérte, hogy már mondhatom szerintem, hogy még talán Györemik se vitázna velem, hogy már több magyar nyelvű rappet hallgattam meg az utóbbi 4 évben, mint amennyit ő,
nekem ez már úgy működik, hogy én a rímpárokat, azokat a rímpárokat, amik ilyen idézőjelben és nem minden rossz indulat nélkül középkategóriás rímpárok, azok ahogy hallom őket, akkor már a fejemben van 5 előadó az utóbbi fél évből, meg az utóbbi 3 évből, aki ezt nyomta. És ez nehéz ügy. És a műsoron kívül, és a műsoron kívül mondta egy állati szimpatikus dolgot, amikor ez jó magyarba. Amikor leültél oda a sárga fotelbe, ott az előtérbe, és ez volt az első szavad, meg mondatod, amit mondta, és akkor ez nagyon szimpatikus volt nekem, hogy még nem vagytok kifejlődve közel se, és hogy nyomjátok, és hogy még meg akarjátok találni a hangotokat. Hogy meg nem kifort. És ez állati pozitív. Ez állati pozitív, ma már másodszorra mondom, hogy erről példát lehetne venni. Critical Points most Fett jön, és a Sóhaj című szem a Bruce Bravas lemezről, és Fett is rajta lesz a Saláta EP-n, méghozzá egy olyan szövege lesz, hogy az aztán odaver. Úgyhogy Fett jön és a Sóhaj, utána meg Lords of the Underground, és mi, az óriás old school, meg a... Na, ti mondhatjátok? Hát a Chief Rekke, gyerekek. Igen. Nem aztán szoktuk... Lords of the Underground, Chief Rekke. Komló nagyon sok kedvence, nagyon sok komlói partiban mindenki nagyon nagy tombolt rá. Ezt a szupának is küldjük, mert neki is az egyik óriás kedvence. Igen, nagyon franka. Mondjad. Amúgy a New Jersey Drive Burn, az lenne az igazi. Az áll közel a szívem ez, de... Na, de majd még válogatunk, lesz itt még Come On is, meg minden. Igen. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620 9 414 020. És hát aki ismer engem így valamennyire, és azt tudja, hogy nem vagyok egy nagy külföldi zene rajongó, de azzal még én sem vitatkoznék, hogy ez mondjuk a világon a 10 hip-hop himnuszban biztos benne van ez a nóta, ez amit most hallgattunk. Na kérem szépen, salatamagazin.com az még szerencsére folyamatosan nem működik, de én azért még látok esélyt arra, hogy bele tudjunk kukkantani majd a fórumba. Aztán miért van ez a dolog, hogy az SMS az természetesen, még egyszer mondom, az viszont megy 0629-414-020. Miért van az a dolog, hogy ingyenesen került föl ez a lemez a Salátára? Jó, akkor most kifejtsük a dolgot. Igazából valamilyen szinten vágjuk azt, hogy ez nekünk, amit, de nem csak rólunk van szó, minden egyes előadóról, így legyél az te, vagy akárkit Magyarországon, hogy azért tisztába kell lenni avval, hogy nem fog megtérülni azt, amit te belefektetsz, és nem csak az anyagiakról, hanem így a munkáról. Ez a lélek, szó. A szív. És mi azért raktuk föl ingyen, mert igazából nem látjuk értelmét annak, hogy most mit egyelőre nem hiszük, hogy áruljuk, meg fog térülni. De az lesz a dologból, hogy Pistike bemegy, megveszi, vagy megrendeli, aztán Pistike 100 haverja megírja, aztán Pistike 100 haverjának az 500 haverja is megírja, és így ennek így értelme nincs, és ezért ingyen föl fogjuk rakni, vagy rakatni veled, hogyha fölteszed a következő albumot is. Tudod, akkor mindig olyan flash van, mert pont a Best of Saját a kettőn is van egy csomó olyan poén, hogy pedig mondtam, hogy le van ide írva nekem, tudod, ez az óriás marketing flash. Erről tudnod kéne igazából. Persze, kacsintok és kirakjuk. Ketten kacsintok. De erre közben jött egy izgalmas SMS, ti is azok vagytok, akik a hősök típusú gyerekeket szeretik mi. Nagyszerű, ez kell az ifjúságnak, biztos. Mi a bajotok a 10 évvel ezelőtti hip-hoppal? Jobb volt, mint ez. Hát kedves SMS író, már ugye aláírás nélkül írtad, még mielőtt a srácok erre bármit is mondanának. Szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy ez egy beszélgetős műsor, és egy nagyon picit, ha már beszélgetős műsor, bár ugye zenéket is hallgatunk, akkor mégiscsak figyelni kéne arra, hogy miről van itt szó. Itt kérem szépen, senki nem szitta a 10 évvel ezelőtti hip-hopot. Itt arról volt szó, hogy 10 évvel ezelőtt az emberek, mivel nem volt családja, meg hát azért más hip-hop műsorok is vannak, akár tévében, akár más rádiókban, még ennyire se vágták a hazai nyelvezetű hip-hopot, azon az egy-két tévében sokat látható előadón kívül. Erről volt szó, a 10 évvel ezelőtti hip-hopot senki nem szitta, megint csak kénytelen vagyok, bocsánat, Interfunkot még idézni, szintén a Best of Saját a kettőről, ő mondta, hogy
hogy egy 95-ös rap jam sok tekintetben izgalmasabb, meg érdekesebb volt, mind lemezileg, mind bulilag, mint a mostani jammek, vagy mint a mostani válogatások, amiket lehet hallatni. Úgyhogy ezt teljes mértékkel félreértetted, a hősökös példádat azt meg szerintem egyikünk se nem óhatja kommentálni. Most már lehet, hogy túlságosan meg is válaszoltam, mi nektek már nem hagytam semmit. Igen, ez így igaz, hogy te elmondtad, ennyi. Hát nem, de tulajdonképpen örülhetne is, hogy létezik, hogy van a saláta, mert így tényleg, hogy amit kérdez, végül is hozzájuthat itt olyan zenékhez, amik tényleg... Figyelj, én úgy vagyok vele, hogy én az ilyen SMS-eket is bármikor nagyon szívesen beolvasom, mert... Be kell. Néha már gyanús is, hogy tényleg milyen kevés negatív hullám jön. Igen. Tényleg csak azt tudom javasolni, hogy picit jobban figyeljöd a kedves SMS-író, hogy miről van itt szó. Igen. De hát, hogyha meg kötekedni akarsz, akkor úgy fogsz tudni. Azt mondja, hogy végé írja, hogy minap küldtek át egy Peace Orchestra számot, és a zene ugyanaz, mint a Beton Jungle Jazz-ihez, hogy van ez? Na most a Beton Jungle Jazz-nek a zenét, ami az istenozott ördögvihetem van rajta, azt a Verdi írt, és volt neki egy idézőjelben eredeti bootleg verziója, amiben nem is minden szó ugyanaz, mint az istenozott ördögvihetem, és az a Animatrix, azt láttátok az Animatrixot? Állati nagy motyó. Én láttam. Az hihetetlen nagy, és annak a filmzenéjén volt egy Peace Orchestra szám, és abból van a sampling, ezért van, hogy az ugyanaz gyakorlatilag, mégsem, mert abból egy loop kivéve, és ez az eredeti Beton Jungle Jazz, de hasonlít majd össze az istenozott ördögvihetesre, elég sok különbség van. Srácok, akkor milyen lesz ez az új Critical Points? Akkor lesz egy-két party track rajta, és akkor így a többi az így marad, ez a mi vagyunkos vonal, vagy még így nem akarjátok mondani, mert hogy még ugye nincsenek is kész a számok, hogy mire lehet számítani. Mi azt szeretnénk megígérni mindennek felett, hogy ami jön, az mindenféleképpen ott lesz. Ami jött az elsőn, a Full Contacton, az mindenféleképpen ott lesz. Erőltetni nem fogunk semmit. Party track-ek eddig úgy néz ki, hogy igen, készülnek, meg van, amit írunk. Ami jön, ami természetes, nem fogunk ráerőltetni senkire, és főleg magunkra nem olyat, hogy most akkor ilyen számot fogunk írni. Alakulóban van lesz. Igazából, ami a lelkünk, a szívünk egy darabja, ami belőlünk jön ki. Erőltetve nem tudunk valamit, amit nem éltünk, amit nem érzünk, azt nem... Szóval kimaradnak a koktélok, a full verdák, meg a fullos nők, meg a tele vagyunk pénzzel műsor. Így van. Ez inkább a valóság. Még jó. Igen. Srácok, a valóság. Mi az a zene, ami még a Full Contactról így közelebb áll hozzátok? Full Contactról? Hát nekem a K9 az iszonyatosan, meg a Hideg Falak Között, amit Eve-nek írtunk. Így van, amit az Ugyankának írtuk a harmadik csapattársunknak. Sajnos nincs itt. Sajnos. Melyik legyen az, amelyiket lejátszuk? Hát akkor a Hideg Falak Között. Legyen a Hideg. Miatta, jó, igen. Hideg Falak Között jön, és utána Come On, amit kiválasztott. Igen, melyik az a nóta. És akkor utána jövünk még vissza 0629-414-020, addig még az is lehet, hogy salattamagazin.com is megjavul. Aztán még egy szűk fél óránk van arra, hogy itt hip-hopozzunk. Bocs már, hogy belepofázok még itt a számba, de közben még egy dologra nem reflektáltunk itt ez a kedves SMS íróval kapcsolatban, hogy mi a bajotok a 10 évvel ezelőtt hip-hoppal, csak most olvastam el, hogy jobb volt, mint ez, hát ezt azért mégsem, hát ilyen butaságot ne, erre el is felejtettem mondani, hogy jobb volt a 10 évvel ezelőtt hip-hop, mint amit most hallasz a salátában, na-na. Franco. A Frankot hallottátok itt, a salátában. És ugye ezt is tőletek tudom, hogy van nektek valamilyen kis filmetek? Vagy ez így hogy van? Igen, egy dokumentumfilm. Dokumentum. Van egy pesti srác, videózásra foglalkozik, videózás szakon végzett, végül is most a, nem is tudom, Sportklub TV-nél. Sportklub TV-nél dolgozik, és ő úgy fejezte be az iskolát, hogy mi voltunk neki a vizsga. Vizsga, igen. A vizsga filmje az rólunk készített egy dokumentumfilmet végül is, meg hármunkról. Ez állati jól hangzik. Akkor... Ja, kemény hangzik. Mert amikor ezt nem is mondom, mert csak jó, ennyit mondtad, hogy van egy ilyen, én azt hittem, hogy igen, magatokról kameráztatok, meg ilyesmi. Ő Pestről lejött, hát elmondom neked, profi, 3 napra azért, Pestről, hogy ezt megcsinálja. Lejött 3 napra, hogy az iskoláját úgy végezze be, hogy a vizsga filmje, a dokumentum filmje, az rólunk szóljon. Hát ezt kitesszük a salátára, srácok. Hát föl lesz küldve, hát na, egyértelmű. Hát ez nagyon jó, ez nagyon jó, és meg vagytok vele elégedve? Hát meg. Hát jó. Jó.
ahogy mondjátok, szerintem akkor ez tuti egy jó dolog lehet. És akkor ezen még látható a harmadik tag is. Igen, igen. Így van, ez egy végül is ez egy konkrét dokumentumfilm. Szóval nagyon ez egész nem betanult, nem lett rákészülve, meg semmi. Amatőr, ez az egész egy tök spontán, egy amatőr, egy... Igen, igen. Ez állatira kíváncsi vagyok, komolyan. Egész jó, és Komlóról elég sok minden szó esik. Szóval Komlót... Főleg arról szól, nem? Sőt, Komlóról szól. Igen. Főleg, nem Komlót meg lehet benne ismerni. Nem is konkrétan, hogy kritikál poénc, persze úgy indult rólunk, de főként Komlóról nagyon-nagyon információt meg lehet tudni. Na tényleg, kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt utassátok el hozzám. Másik kérdésem, hogy mi az, amit szerintetek ebből ti ki tudtok hozni most így? Szerintem ezt lehet, hogy egy-két év múlva ne adj is, ne érdekes lesz visszahallgatni. Mit szeretnétek ezzel az egészen? Mi az, amit kézzelfogható formában szerintetek ebből így ki tudtok hozni, vagy amit egyáltalán ki szeretnétek? Most igazából arra célzol, hogy ez lenne? Így van, főleg. Így van. Én azt szeretném kihozni belőle, hogy legyen még olyan élményem, mint annó Kaposváron. Így van. Pedig Kaposvárnak iszonyat nem nagy respekt. Sokan, nem, de Kaposvárnak respekt. Csók. Olyan szintű, hogy mondjam, amihez mi nem vagyunk szokva, hogy az emberek olyan... Hogy mondjam, elmentünk Kaposvárra hulizni, közvetlenek voltak, barátságosak voltak, nem volt balé, kevesen voltak, negyede, ötöde, tizede annyian voltak, mint egy szokásos hip-hop partén, de olyan hangulatot csináltak, és olyan tiszteletet adtak, és olyan örömet okoztak nekünk azzal, hogy az angyalok vagyunkat végül is nem mi adtuk elő, igazából. Ezt igazából a közönség. Elmondom neked. Nem mi az én szövegrészemnél tartottam mi a közönségnek a mikrofont, csak és ők előadták a számot. Nem is kellett volna mikrofon. Hát ez állt jó, tényleg, szóval ez az egyik dolog, amiért megéri csinálni. Nekem most szombaton volt Tokajba, hogy az ezt mostba sültem bele így idézőjelesen, meg miben is, valamiben még, és aztán ők visszahoztak. És visszahoztak. És ez a kemény érzés. Ez nagyon jó. Ezért megéri csinálni. Mi egyszer találkoztunk ezzel, de ez... Megéri. Igazából leírni se, elmondani se, tudjuk. Ez volt olyan... Nagyon fura, hogy ilyen hirtelen és konkrét választ tudtatok erre adni, mert erre azért mindenki így hebegni, abogni szokott. Tudod, hogy szeretnék egy albumot, vagy mit tudom, egy klippet, meg sok ember ezzel jutatni az én, mert van egy pár ilyen jó bevált szleng, de ez az érzés, ez van egy pár ilyen ehhez hasonló dolog, mint ez, amit mondtatok, de ez tényleg egy olyan motivációs erő. Mi az, amikor gondoljátok, hogy lesz valami kézzelfogható lemez is, vagy ebből már lesz pár darab, vagy ami majd most érkezik, vagy ez még mindig netes lesz, vagy ez hogy lesz? Ezzel hát még ebből vacilátok. Már szeretnénk, nem? Szeretnénk, csak nem tudom. Igazából nem tudjuk. Jó. Nem jó. Vagyunk teljesen tisztában. Az ilyen dolgokkal. Előre még ebben nem gondoltunk bele. Biztos, hogy valami ilyesmi lesz most is. Világos. Egyelőre mindenféleképpen az érzés. Azt akartam még mondani emellett, hogy mondjunk valami olyan helyet, ahol titeket el lehet érni, de aztán közben eszembe jutott, hogy Saláta magazinon ott nézitek a fórumot, meg szoktatok is válaszolgatni. Ez az a hely, ahol minket el lehet érni. Mi itt élünk, a Saláta magazinnal kellünk, fekszünk le, és minden, igen, én ott vacsorázom. Nem mondanám, hogy vegetáriánus vagyok. Nem vagyok vegetáriánus, de imádom a Salátát. De nagyon jó, a Saláta hús elé az jó. Akármilyen sátáról beszélünk, mindenféleképpen nagy mennyiségben ajánlott. A viccet félretéve, egyre büszkébb vagyok a Saláta magazinnak a fórumára, mert tehát gyakorlatilag egy hónapja szinte nem töröltem ki hozzászólást, és más fórumokra meg, ha belenézik, csak a fröcsögés megy meg, a negatív hullám, meg az anyázás, és nálunk meg ott szerencsére valamiért ezek a formák, ezek ezt elkerülik, nem? Ti se kaptatok még ott semmi ízét, ilyen balés dolgot. Jó arcok vannak. Úgyhogy ez tök jó, és ez tényleg frankó. Ali, illetve ahogy Átár és Tien fog jönni a Felejtés című száma, mert ugye hétvégén rögzítettük a Tien lemezt, két napos meló volt, ugye nem olyan régen a Feta lemezt is rögzítettük, az már el is készült teljesen, a Feta lemez az meg fog jelenni heteken belül, mert hogy elkészült a Feta videóklip is, és az elvileg, hogyha jól tudom, akkor az már jövő héten megtekinthető is lesz, és rá pár hétre megjelenik a Feta album, ő is ugye Testamentrek, meg Tien, meg Ali, meg ugye Riddler, meg ugye Spine, és még egy óriási ír szerintem, hogy ugye most Feta lemez, meg Best of Saláta, meg Saláta LP, meg ilyesmi, ami
amik ugye mostában voltak, meg ugye Pixie, Raptors, Dennis, de ami még jön, az a Minimal Projectnek elkészült a lemeze, most már végre is a borító is kész van, meg minden, ezt onnan tudom, mert éppen Minimál Petivel beszéltem a délután, mert ugye ő is rappel a Saláta EP-n, és ez is elkészült, úgyhogy tényleg, tényleg lesz mit hallgatni szerintem, reméljük, hogy minél több embernél eredetiben, Altar és TM jön, és a Felejtés, aztán még egy picit jövünk vissza. Ez volt az Érted, itt a Salátában. És közben egy állati komoly témát kezdtünk itt boncolgatni. Az én saját részem az, mert ugye mondjuk a hallgatók amúgy sem hallották, hogy miről beszélgetünk, de akkor mondjuk kezdjük ezzel, hogy én a saját szövegeimen annyira érzem vissza Máté Pétert, mert én abban nevelkedtem, hogy fatarom Máté Pétert, meg Abbát, meg ilyeneket hallgatott. Na most, hát te, amit elmondtál Feri, hát azon most majdnem itt lehasaltam, mert ugye hát már poén szinten itt ezt beszéltük, de hát ez nem poén, hát ezt akkor most ez kőkemény, hát te már 11-12 évesen faterod ilyen mindenféle fekete zenéket hallgatott. Igen. Hát ő terfuvarazott, és én ott ültem mindig, mivel hát a szüleim elváltak, mindegy, és mivel vele kellett folyamatosan lenne, mert hát nem tudott senkire rábízni, akkor én így a kocsiban ilyen, hát akkoriban még ez a Puff Daddy műsor, meg Nana, Papa Bear, meg hát nem tudom, ismertek ezeket. Igen, és ezeket hallgattam. Nagyon kemény. Már így nagyon kiskoromban. Nagyon kemény, és ez az idősebb úr, ez mi volt ez a sztori? Így van, ő apukámnak a nagybánya, nagybátyja, nyugodjak békében, sajnos nemrég hunyt el, de emlékszem, a húgom ágyában feküdt nemrég még pár hónapja, és így hallgattam a rapzenét, és így teljesen csöndben így feküdt, és így hallgattam a rapzenét, és így megszól, hogy mennyire igaza van, ez így van, tényleg, és így mondta, hogy Pista, miről maradt el le, Istenem, Pista, miről maradt el, és ez tényleg így van, fú, igaza van, tudod? És így mondta, és így, fú, és felfog, de tudod mi? Felfogta az értelmét, érted? És mondom... És a korban közel, benne volt pedig azért. Benne volt a korban, és fekszik, hull a csend, így hallgatom a zenét, és... És pedig én mennyire nem merem kimondani soha, hogy a repzene az a 21. század költészete. Pedig hát ez így van. Ez így van, csak hogyha ilyet kimondasz... Tudod, mennyire meglepődtem én is. Akkor fekszik, és megszól, hogy mennyire igaza van. És így sóhajtozik, érted, és fú. A K9-es bevetés lesz az, amivel majd el fogunk búcsúzni, de előtte majd még azért össze fogjuk foglalni, hogy akkor miről is beszéltünk itt ma. Miért K9-es bevetés? Ez az én ötletem volt, nem? Így van. Ja. Ez nekem közöm nem volt. Ezt abszolút ezt igazából nem beszéltem. Kreáltam ezt az egész dolgot, volt egy olyan napom, mikor így mindenről osztos, beszélni akartam, szöveg. Igen, és akkor ez az alap jött, és akkor... K9-es bevetés az abból jött, hogy nem tudom, hát ezek a K9-es kutyák azért vágott, tudom, ezek tudom, kemény tudom. Kiképzésbe, szóval amit mondasz neki, azt csinálja. Én most azt mondom neki, hogy szeresd a fankadeit, szereti, de azt mondom neki, hogy öld meg, hiába simogatod előtte fél órát, meg fog ölni. És ebből jött ez, hogy a parancsok. Ez nem végig. Világos. Critical points. Van még egy olyan körülbelül egy 3 percünk arra, hogy itt összefoglaljuk a dolgokat. Szóval azt szerintem az fontos veletek kapcsolatban megemlíteni, hogy nem olyan régóta nyomjátok, tehát egy ilyen másfél-két év az, amiről beszélünk, annak ellenére már így csücsültök, és nem egyedül vagytok ti így, ott van például Bumdák, ugye, aki szintén cirka 2 éve nyomja, és már csücsült itt a Salátában, és hihetetlen jó trekkei vannak, szóval van, aki már előtte úgy, én ezt úgy képzelem el magamban, hogy előtte már tudat alatt készült erre az ember, és hát bárki, aki akar veletek kontaktolni, az ugye a salatamagazin.com megtalált titeket, még egyszer mondjuk akkor, hogy a Full Contact albumot is megtalálja, és hát akkor most készül ugye az albumotok, az új, és hát nincs más hátra, mint előre, hogy akkor még kéne mondanatok valami dolgot, hogy ne adj Isten, hogyha üdvözöltök valakit, vagy még valamit, amit el szerettetek volna mondani, és én nem kérdeztem meg. Hát igen, én így ezt így mondanám, hogy így a családomnak. De Feri, te most nehogy valamilyen idézőjelesen papírra fölírtas dolgot. Persze, beszélj a zsebből, nem, tudod, nem az a jegyzetet, a puskát. Aztán mit keresem? Ez a lemez, ez viszont most nagyon jó, hogy mondta, hogy ez egy lemez, és nem az enyem. Ezt mondta. Figyelj, azt tudom, mit keresít. Ne mondd ki. CD? Igen. És ezt egy lánytól kaptam ma kölcsön. Horváth Anitától Komlóról egy
CNN CD, és nagyon jó, és tőle kaptam, és nagyon aranyos, és egy nagyon kedves lány, és van barátnám, ezt szeretem, de ez a lány is sokat jelent nekem. Nem kell félreérteni. Elég durva volt, de... Örülünk ennek mindannyian, szerintem. Egyébként így a családnak, így a támogatásért szerintem Ferike is, én is, a barátoknak, és kimondottan Sommer Virgilnek is, aki már kiszakadt így a társaságból, a baráti körből, Pesten van a barátnőjével, de nagyon szeretjük, és... Ez egy hihetetlen dolog, tényleg még egyszer vissza kell térnem erre, hogy ilyen támogatás így, mert mindenkit olaszalom. Hát például ott van a szószólókból az Ádi például, aki tényleg nagyon jó arc, nagyon csípem, és szerintem Áti tehetségesek is, és neki az anyja például meg akarja tiltani neki, hogy rappeljen meg. Jó, teljesen volt, így volt az Ivánka, a csapattársunk, és az anyukája is. És ez állati ragász szerintem, tehát én van a fiamnak, hogyha mit tudom én, lehet, hogyha mondjuk falat akarna mászni, vagy hegyet, vagy valami, biztos félteném, vagy mit tudom igen, én, igen. De... És ezt, hogy, nem és ezt, hogyha valakiben valami ilyesmit el akarnak nyomni, ami kreatív, az engem mindig így lehúz nagyon. Igen, de tudod, aminek nem adtak teret, amiről nem tudnak sokat, csak azt látja, hogy nézi a tévébe a klipet, hogy az ilyen szétvart, ilyen gangster, olyan, amolyan tudod, széttetovált bűnöző, meg stb. Ilyen. Azt hiszi, összekeverik ezzel. Persze, így van, összekeverivel. És igen, az Ivánkát, igen. És a csapattársunkat, és az anyukája először. Nem szerette, először. Hogy ezzel foglalkozunk az eleinte. Szóval aztán ez így, ahogy mondja. Aztán miután voltak a fellépések, meg történtek a dolgok, elismerések, sikerek, utána már ő is büszke volt, és büszke nézett a fiára. Ez így szokott lenni. Én is köszönöm azért apukámnak, Adriennek nagyon, Kingának, aztán Eriknek, és Szú, azt hittem, hogy írni fogsz valamit, de nem írtál. De írt a fórumba. De azt hittem, hogy legalább egy SMS, mindegy, CP Szú, az is maradt, ennyi, az lehet. Azért mondom, hogy nehogy izé megszűnjön ez a tagság. Csillának a barátnőmnek, nagyon szeretem, ezt tudja éreznie kell, attól igen. Függetlenül, hogy milyen életátvitel, meg a bulik, meg járunk, meg félt, meg ilyesmi, de ezt megszoktad te is a barátnőttől. Igen, igen. Fiatalok. Így van, persze. És a barátoknak tényleg kiemelném Király Pétert, Filótás Tamást, és Sommer Virgilt, mindenféleképpen, és mindenki mást is, és főleg anyukámat, és apukámat, és meg a testvéremet is, van egy ikertestvérem, lány, hozzáteszem, nagyon nem jöttünk jól egymással, nagyon sokat vitáztunk, de szeretem, és ott leszek mellette. Puszi Komlónak. Nagyon köszönöm, puszízzuk meg, pacsizzuk Komlót. Igen, igen. Köszönjük. Szépen, hogy K9-es bevetéssel búcsúzunk. Igen. Sziasztok! Jövő héten Artos Csaba, MC Göz és Szabó Balázs elvileg. Sziasztok! Soláta is my best friend!